Félszáz gyermek, azaz két osztály tanulói ennyien vettek részt a testnevelő órán, a kicsik már tudják, a mozgás egyenlő az egészséges életmóddal. Azért fontos a mozgás, hogy legyünk egészségesek. Hogy legyünk egészségesek, ne legyünk betegek. Itt sokat mozgunk. A korábbi szabadtéri helyszínt az időjárásra való tekintettel a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium torna termébe helyezték át. Rövid bemelegítés, majd jöhetnek is a gyakorlatok Kassai Attila és Vas Imre irányításával. Az intézmény pedagógusai úgy vélik, a mozgás a gyermekek egészséges fejlődését segítő egyik legfontosabb tevékenység. A mozgás sok mindenre egy gyógyszer, de azt a gyógyszert nem találták még ki, amely a mozgást helyettesíteni. Nagyon fontos lenne, hogy minél több ilyen kezdeményezés legyen. Nem csak a város részéről, hanem a városlakók részéről is önkéntes kezdeményezések, mert ezek azok, amelyek előre tudják vinni az egészségüket, az embereknek is a jólétét. A polgármester hivatal szervezésében zajló testnevelő óra végén a kisdiákok ásványvizet, valamint friss pékárut kaptak. A mobilitás hete köré csoportosított rendezvények holnap is folytatódnak, délelőtt a Városi Parkban óvodás és napköziskorú gyermekeknek tartanak kerékpáros oktatást. Közben a Városháza téren elektromos autót is ki lehet próbálni, dél körül a Kőkereszt téren kerékpártámaszokat állítanak fel, 17 órakor pedig biciklis felvonulás lesz. Ugyancsak ide kapcsolódik, hogy holnap a városi járatokon ingyen buszozhatnak azok, akiknek van gépjármű vezetői jogosítványuk, melynek felmutatásával mentesülnek a jegyvásárlás alól. A részletes program a városháza.ro honlapon megtalálható.